Tehát legalábbis a szeretett meditációkban, a fénymeditációkban én azt tapasztaltam, hogy ha már rendszeresen végzi az ember, akkor egy sokkal nagyobb részét kezdi érzékelni a valóságnak. Tehát pont az ellentéte igaz annak, hogy nem történne semmi a meditációban, vagy az által nem történne semmi. Hát ez megint olyan, hogy aki nem próbálta, az el se tudja képzelni. De hát fantasztikus dolgok történnek. Tehát most amikor például elkezdesz több mindent látni, meg hallani, mint amit eddig, az azért egy nagyon megdöbbentő élmény. És hát szóval ezek igazán olyan dolgok, hogy nincsenek erre még szavaink, tehát azért nehéz ezt kifejezni, de majd belinkelek egy videót, amin Anita Morjani elmondja, hogy ő mit tapasztalt a klinikai halál állapotában, és ő szerintem amennyire lehet csodálatosan elmondja azokat a dolgokat, amikre most még nincsenek szavaink, de biztos, hogy ki fognak alakulni rá szavak. Tehát olyan élmények, amik nem ebben a icipici részében történnek a világnak, amit mi fizikai dimenziónak nevezünk. Tehát ez egy nagyon kicsi része, és egy nagyon fejletlen lény, fejletlen faj, még a földi emberi faj, én úgy tudom, a civilizált fajok közül. És hát aki ezzel nem ért egyet, hát nézd meg, hogy mit ad le egy híradó, mi megy a tévében, vagy mit tapasztal a saját életében. És ha nem azt látja, hogy mindenki boldogságban él, már pedig az lenne a normális, ez a természetes állapotunk és élethelyzetünk szerintem, azaz, amikor jól működnek a dolgok, amikor egészségesek vagyunk, normálisak vagyunk. Hogyha nem ezt látja, akkor miért gondolja, hogy rendben lenne az emberi faj, a földi emberiség? De természetesen írjátok le a véleményeteket, mert én azáltal fejlődök, tehát ha semmi visszajelzést nem kapok, akkor nem tudom, hogy igazából most, amit mondtam, az úgy jó vagy nem jó. Úgyhogy én csak örülök, ha leírja mindenki a véleményét, természetesen intelligens kultúrát módon, és előre is köszönöm. Tehát visszatérve, hogy szerintem mi vezethetni az embereket jobban a tudatosság útjára, ezt kérdezted, András. Hát szerintem én most egyrészt ugye a példamutatást tudom, ami szerintem nagyon hatásos, hiszen ha megnézzük, meg lehet figyelni, vannak ilyen anyukák, vagy apukák is, hogy kiabál a gyerekkel, hogy viselkedjél már, meg uralkodjál magadon. És hát látjuk azt, hogy szegény szülő nem tud viselkedni, és nem tud uralkodni magán, és a gyerek az nem azt követi, amit mondanak neki, hanem amit lát a szülőtől. Hát most ő azt másolja le, tehát a legjobb nevelés szerintem, a legjobb megváltoztatása a másik embernek az, hogyha jó példát mutatunk neki. Én nem tudok erre más módot. Még egy mód van, amit mondjuk nem tudok rá bizonyítékot, hogy működik-e, de Alaje ezt tanácsolta nekünk. Ugye ez a fénymeditációban történő fény küldése bizonyos embereknek, lényeknek, illetve a földbolygónak, és akkor az az egész emberiségre hat. Elvileg. Hát ki kell próbálni. Szóval úgy nem lesz változás, hogyha ugyanúgy élünk, mint eddig. Ez gondolom
mindenki számára így a logikus. Tettek mezeire kell lépni, és mindenképpen valamit változtatni kell magunkban, tehát csak úgy fog változni az életünk. Ez is szerintem egy teljesen logikus dolog, ehhez nem kell még spirituálisnak sem lenni. Ez pusztán pszichológiai szinten is működik, úgy gondolom szociális szinten is működik, vagy szociális területen. Meg hát minden belülünk indul ki. Erre csak, hogy mondjam, csak olyan dolgokat tapasztaltam, ami ezt igazolja. És persze, hogy nehéz dolog magunkon változtatni, de én nem ismerek más utat. Tehát, hogy ha mindent ugyanúgy csinálunk, mint eddig, akkor minden ugyanolyan lesz az életünkben, lényegében. És csak úgy tudunk valamin változtatni, hogyha magunkon változtatunk. Tehát nem tudunk máshogy csinálni dolgokat, máshogy élni, hogyha ugyanolyanok vagyunk. Én legalábbis ezt tapasztaltam, meg ezt mondják a bölcsek. Úgyhogy szerintem ez az egyetlen út, az önmagunkon változtatni, fejleszteni, javítani, növelni a tudatosságunkat és a szeretetet magunkban. A tudatosság növelésére is sok módszer van. Ugyebár ami szerintem teljesen logikus, és nem is nagyon lehet szerintem ezen vitatkozni, hogy milyen információkat engedünk be magunkba, és milyen, tehát például milyen emberekkel beszélünk, mit nézünk például a tévébe, újságba, rádióba. Hát én már fél éve nem nézem, nem hallgatom egyiket sem, illetve a rádióban csak zenét. Amint elkezdenek benne beszélni, akkor eltekerem a rádiót. Egyetlen egy hát ilyen műsort hallottam véletlenül, mert anyukám hallgatta, és én is pont ott voltam. Az pedig megdöbbentő módon pünkösd, azt hiszem pünkösdkor volt, és olyan dolgokat mondtak a rádióban, amiket például Avatára szokott mondani az előadásaiban. Tehát nem hittem a fülednek, hogy ilyet leadnak a rádióban. Megjegyzem, hogy a Kossuth rádió volt, tehát nem az, nem ezek a... Most nem mondok neveket, de hát a többi rádió, hát az katasztrófa, ami megy. Tehát az komolyan, minthogyha szándékosan az lenne a cél, hogy így minél butábbak legyenek az emberek, tehát hogy... Na mindegy, ebben nem megyek bele. Tehát, hogy milyen információkat engedünk be magunkba. És ezt lehet szabályozni, tehát valaki elkezd beszélni nekünk egy olyan dologról, aminek semmi értelme nincs, elkezd bosszankodni, hogy csíkok vannak az égen, meg hogy fú, megint mit csinált ez a kormány, és most ezzel mit tudunk kezdeni? Tudunk rajta változtatni? Mert mit csináljak a csíkokkal az égen? Mert most komolyan bosszankodjak rajta, és akkor jobb lesz. Meg hogy a fluor a fogkrémbe, meg nem tudom micsoda. És akkor mi van? Hát akkor vegyen olyan fogkrémet, hogy ami, de most ezzel töltsük az időnket, ennek szálljunk energiát, hogy ezeken a dolgokon rágódunk. És akkor teljesen ugyanolyan marad az életünk. Tehát azt kell nézni, tényleg a megoldásokat keresni, és ezért is nagyon örülök, hogy már egyre több ilyen kérdéssel találkozom meg emberrel, mint például te, András, hogy tényleg a megoldásokat keresik. Én is eltöltöttem azzal 20 évet, hogy panaszkodtam, meg sajnáltam magamat, inkább magamnak panaszkodtam, de rengeteget, és ugyanolyan maradt az életem. Aztán, amikor elkezdtem azt, hogy tényleg most már változtatni akarok az életemen, és felismertem azt, hogy ez csak úgy működik, hogyha magamon változtatok, akkor
Szépen lassan, de megdöbbentő változások történtek az életemben. Szinte az összes ismerősöm kicserélődött, tehát nagyon rövid idő alatt. És hát sokkal, sokkal boldogabb az életem. Nem boldog, de sokkal boldogabb, mint korábban. Úgyhogy én ezt az utat ismerem. Vagyis ezt a lehetőséget csak, hogy magunkon változtatni. Az pedig, hogy mit változtassunk, meg milyen irányba, az meg aztán tényleg nagy téma lenne, az, abban most nem kezdek bele. Hát kívánom, hogy sikerüljön mindannyiunknak minél nagyobb mértékben fejleszteni magunkat, és ezáltal szerintem biztos, hogy egyre jobb lesz az életünk. Szeretet mindenkinek. Sziasztok!